Augusztus 7-én szombaton fáklyafényes megvilágítással, látványetetésekkel, hangulatzenével és hüllőbemutatóval várja az érdeklődőket a Kecskeméti Vadaskert. Ezen a napon a Vadaskert rendes nyitvatartásához képest fél órával korábban este 6 órakor bezár, majd technikai szünet után este 6:30 újra megnyitja kapuit. Látványetetések lesznek a makákoknál, a mandrilloknál és az oroszlánoknál. A látogatókat ajándék arcfestés és az állati kincsek pavilonja is várja majd szombaton este. Az alkotni vágyó kicsiknek kreatív foglalkozásokkal készülnek. A fáklyafényes esti hangulatban színes programokkal teszi tartalmassá a kikapcsolódást a Kecskeméti Vadaskert.